Folytatjuk is műsorunkat, mégpedig az Agrárium házatáján fogunk szétnézni. Itt van velem a vonalban online Szendrei László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnöke. Jó estét kívánok, elnök úr! Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm én is a kedves nézőket. Legutóbb, mikor beszélgettünk, akkor az aratásról és a kapás növényekről is szó volt, akkor még az aratás nem teljesen ért véget, azóta már viszont igen, és az a hírek járja, illetőleg olvastam is az interneten, ahol ön is nyilatkozott, hogy bizony a búza, mint takarmánynövény inkább jól teljesített, kevésbé, mint gabona, így van ez? Sajnos azt mondom, hogy a gazdálkodók szempontjából igen, tehát mintegy 80%-a a búza minőségének egy gyenge minőségű takarmány minőségű lett, körülbelül 20%, ami eléri a malmi minőséget, hát ez sajnos a felvásárlási árakban is megmutatkozik. A mennyiségre különösebb panasz nem lehet, egy jó, közepes termést sikerült a gazdáknak prezentálni. A búzánál mintegy 5,5 tonna termés átlag jött le, de viszont arra panaszkodtak a gazdák, hogy nagyon hektikus volt. Táblán belül is nagyon nagy szórások voltak. Hogyha egy picit mögé nézünk, hogy milyennek az oka, egyrészt a minőség romlásának, másrészt a mennyiség hektikusságának, akkor megállapíthatjuk, hogy egyrészt az időjárás, ami, hogyha visszaemlékszünk ez év elejére, egy folyamatos esős időszak váltotta föl az enyhe telet, ami azt jelentette, hogy nem tudtak a gazdálkodók kimenni a táblára, nem tudták megfelelő gombaölőszerekkel kezelni ezeket a növényeket, ami gyakorlatilag a minőségromláshoz vezethetett. Majd utána hirtelen bejött ez a nagy sivatagi forróság, ami mai napig is tart jóformán. Ezáltal már a kijuttatott növényvédőszerek a megfelelő hatást nem tudták elérni a növénybe, és ezáltal nem tudták gyakorlatilag azt a minőséget prezentálni, mint ami szükséges lett volna. De arról se feledkezzünk el, hogy az ár az rendkívül fontos tényező, és már tavalyi évben is a szántóföldi növénytermesztők is egy nagyon rossz évet zártak. Beszéltünk itt tavaly az ukrán gabonától kezdve nagyon-nagyon sok mindenen keresztül az ár csökkentő tényezőket, de mivel nem jöttek ki önköltségi áron, vagy pedig az alatt a gazdálkodók, így egy-egy munkafolyamatot megpróbáltak elspórolni, amit nem saját akaratukból, hanem a pénztárcájuk diktálta alapján kellett, hogy megtegyenek, és ezáltal a minőségben ez mutatkozik is, de főként az időjárás viszontagságai voltak determinánsok. Akkor elnök úr, erre rá is fordulhatunk, mert most erre a hétre is meglehetősen kánikulát jósol a meteorológiai szolgálat, még a 40 fok sem kizárt, folytatódik az aszály. Nem kedvez ez másnak sem, tehát itt még a gyümölcsökre gondolok, a kapás növényekre gondolok, tehát az aszály Hevesvár megyében mennyi kárt okozott, ez idáig van már valami eredmény erről? Hát konkrét eredmény nincs, folyamatosan jönnek ugye a bejelentések, folyamatosan jelentik be a gazdálkodók. Elsősorban ugye a kukorica növény károsult, már most a napraforgó is a csapadék hiányába kezdi a végét járni, de nagyon jól említette szerkesztő úr, hogy a gyümölcsök is, ami érés előtti állapotban voltak, azok gyönyörű szépen leestek a fáról, tehát nem tudta a fa kinevelni azokat a gyümölcsöket, amit gyakorlatilag itt a tavaszi beporzás alatt megtermékenyültek, nem tudta a gyümölcs kihordani úgymond azt a termést, és ezáltal egy rendkívül nagy, már most is megjósolhatóan, mint egy 50%-os kiesés várható a gyümölcs, és minimálisan 50% várható a kukorica és a napraforgó kiesésnél is sajnos. Elnök úr, itt az idő az viszont rohan, ezért két fontos dologra még szeretnék rákérdezni. Az egyik az, hogy a magyarok kenyere ilyenkor szokott búza adomány lenni, idén is lesz? Elindult a gyűjtés. Most azt az örömteli bejelentést tudom tenni, hogy eddig Hevesvár megyében egy gyűjtőpontunk volt Csarudon, most már ezt kibővítettük ez évben, már most Heves is csatlakozott a búzagyűjtéshez. A tavalyihez képest ezidáig megdupláztuk azt a mennyiséget, amit a gazdálkodók felajánlottak búzaadomány és ezáltal lisztadományként.
Tehát annak ellenére, hogy a gazdálkodóink sincsenek sajnos rózsás helyzetben anyagilag, az adakozási kedv nem hogy csökkent volna, hanem növekedett, mert átérzik a gazdák, hogy a rászorulókat segíteni kell mindenféleképpen. Nagyon nagy köszönet itt is, itt a riport alatt meg szeretném köszönni a gazdálkodóknak, hogy ilyen pozitívan állnak hozzá. És meg kell említeni, hogy Heves vármegyében az egyedüli vármegye, ahol a történelmi egyházaknak mind a 121 településre, ami Heves vármegyében található, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei szervezete és a Magos Heves vármegyei szervezete új kenyeret juttat ki augusztus 20-ai Szent Misére, és ezeknek a kenyereknek a felszentelése, amit a Heves vármegyei gazdák adományoztak, abból készült lisztből sütött kenyér, ez ami gyakorlatilag most az asztalra kerül. Nem szólhatok még az Egri Malom fontos szerepéről, aki már nem csak Heves vármegyében, hanem Borsod megyében összegyűjtött búzát is liszté őrli. Továbbá nem maradhatok még szó nélkül itt a köszönet tekintetében, hogy megköszönjem az Egererdőnek, aki a sütésnek a költségeit vállalja, és a Numan Pékség, aki lesüti ezt a kenyeret, nem beszélve a gyűjtőpontokról, nem beszélve a beszállítókról, aki ezt mind mozgatja és kiszállítja ezeket a termékeket. Tehát ez egy akkora összetartó, kohéziós erő nálunk, ami úgy gondolom, hogy példaértékű. És elnök úr, egy percünk maradt a műsoridőből, és akkor a pétervásárai augusztusi rendezvény is nagyon fontos. Miért? Vándor jelleggel szervezzük már most a Magyarok Kenyere programot Heves vármegyében. Elindultunk Sarudról, majd eljutottunk Heves városig, majd utána Boldog, majd most pedig Észak-Hevesbe Pétervásárára ér itt a Magyarok Kenyere program. Mindenhová el szeretnénk vinni, hogy körbejárjuk a megyét, ezt a programot, hisz tudom nagyon jól, hogy mondhatják, hogy Pétervására nem egy búzatermesztő vidék, de ott is élnek rendkívül jó és adakozó gazdálkodók, akiknek hálával tartozunk azért, hogy ez a program tud mai nap is működni, és ezért fontos számunkra, hogy ott is meg tudjuk magunkat mutatni. Itt a polgármester úrral közösen leülve és első szóra a kérésemnek úgy nyilatkozott, hogy szeretné ezt a programot, hogy elvinnénk hozzájuk maximális támogatottsággal és segítséggel, hisz gyakorlatilag egy önzetlen és pártpolitikai mentes programról van szó. Köszönöm szépen, legyen ez a végszó, elnök úr, és azt is köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Viszonthallásra. Viszonthallásra. Kedves nézőinknek pedig a ma esti figyelmet köszönöm, legközelebb Gyöngyös Mával holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban, viszontlátásra.